Kezdjük az első mai összefoglalót. Kaproncára ment a Ferencváros, és azt lehetett sejteni, hogy a csapat valószínűleg nyerni fog, de egész héten azt is tudták Elek Gáborék, hogy a legnehezebb az az, hogy hogyan lehet ráhangolódni egy ilyen mérkőzésre. Ha figyelték az időkéréseket, volt üvöltözés rendesen, tehát nem sikerült mindenkinek tökéletesen, részben erről is beszélgetünk majd, de nézzük, hogy mi történt a Fradival. Állva hagyta ellenfelét a horvát Podravkát a fehér szerelésben játszó Ferencváros. Elek Gábor tanítványai percek alatt elhúztak 3 góllal, megadva a mérkőzés alaphangját. A Koprivnica ezután felvette a Fradi sebességét, de a gólok szinte felváltva estek, így a hazaiak nem tudtak faragni hátrányukból. A mieink ebben az időszakban többször is indításokból lőtt gólokkal villogtak, a prímet Kovacsics Mónika vitte, a rutinos jobbszélső egy bő negyed óra alatt 4 találatig jutott. Bornyák tette tovább a labdát, gyönyörű ez az indítás Szucsánszkitól, Kovacsics. Köztük derekán ott van Szekeres keze, de elengedik ezt. Bornyák, Frankovics mellett, megvan az első gólja Bornyák Dórának is. Zácsik, Pená, Szamoránszki mellett eltűnik Jono és Szamoránszki a gólszerző. A félidő második felében nem változott jelentősen a játék képe. Minden horvát gólra érkezett válasz a mieinktől, de a 4 gólos félidei vezetéshez nagyon kellett Szucsánszki Zita 2 gyors gólja a játékrész lezárásánál. Szucsánszki most már kiegészültek, de még nem rendeződtek. Ezt használja ki a Fradi irányítója. Szamoránszki Zácsiknak. Pená azonnal előnyt szerez, és a gól is megvan, meg a kiállítás is megvan. A gólszerző Szucsánszki. A második félidőben tovább folytatta a gólgyártást a Ferencváros, és bár védekezésben nem volt a legkeményebb a magyar bajnok, sokáig mégis maradt a 3-4 gólos különbség. A Fradi hibáit és egy 2-es ember előnyt kihasználva azonban a horvátok vérszemet kaptak, és a játékrész felénél utolérték a mieinket. Ekkor azonban Szucsánszkijék ismét megrázták magukat, és gyorsan visszaállították a korábbi különbséget. Föltették a játékvezetők a kezüket, gyönyörű bejátszás, és itt van a gól is. Szamoránszki, Szucsánszki passzából. Szikora egy látványos mozdulattal vetődik Milosevic lövése nyomán a labda után. Most Szucsánszkira jönnek ki, Miksics révén emberfogásra. Szamoránszki indult meg a kapu felé, és Pena fejezi be a bal szélről. Milosevic megy el kifelé, de aztán a kapufa tövére dobja a labdát, és le is marad, lehet most robogni Pena. Miksics utána nyúlkált, ami nem volt egy okos dolog, meg sportszerű sem lett volna, hogyha eléri. Ezt az előnyt már nem adták ki kezükből a zöldfehérek, és a végén teljesen megérdemelten arattak 3 gólos győzelmet. Podravka Koprivnica, FTC Rail Cargo Hungária 24-27, a Fradi továbbra is veretlen és vezeti a B csoportot. A vállán érkezett a Ferencváros Horvátországban, még akkor is, hogy a Fradi az előző körben, követően már bebiztosította a helyét a középdöntőben. Nehéz lehetett felpörögni a lányoknak, hiszen az eredményekből kiindulva nagyon úgy fest, hogy a horvátok esnek majd, lesznek az utolsók a csoportból, így az ellenük szerzett pontokat nem viszi majd tovább a Fradi a középdöntőben. Nem tudom, mennyire van meg neked az utolsó kocka, amit láttunk az összefoglalóban. Szikora Melinda fejét lehajtva jön le a pályára, mintha csak kikaptatok volna. Tökéletesen erről szólt szerintem ez a mérkőzés. Nyertetek, és az van az arcára írva, hogy te jó, hogy vége van. Igen, ezt belülről mi is így éreztük. Egy sokkal nehezebb mérkőzésre készültünk, mint ami otthon volt. Tudtuk, hogy egy jóval motiváltabb Podravkával fogunk találkozni. És igazából ez be is jött, sajnos. Nem úgy játszottunk, ahogy kellett volna. Igazából elől-hátul olyan hibákat vétettünk, amire felkészültünk, hogy ezt nem lenne szabad elkövetni. De mégis talán a koncentrációban látom a legnagyobb hibát, hogy nem voltunk elég koncentráltak, és ezért egy ilyen nyögvenyelős mérkőzésre sikerült. És tényleg igazából semmi öröm nem érződött rajtatok? Most nem akarok Melinda arcába kapaszkodni, az szó semmilyen értelmében, de valóban az embernek az volt az érzés, hogy itt a Fradi csak veszíthet. Ritmust veszített a Fleury meccs előtt, meccset veszített adott esetben, csupa veszély volt az a kirándulás, nem? Igen, abszolút, ezt én is így láttam. Igazából
mi próbál, szóval azt nem mondhatnám, hogy mi erre nem készültünk erre a meccsre, vagy nem úgy dolgoztunk a héten, igenis kielemeztük őket, de mégis valahol tudat alatt azért bennünk volt az, hogy itthon milyen könnyedén nyertünk, és hogy bíztunk abban, hogy ez elég lesz kint is, hogy akár egy nagy arányú győzelmet arassunk. De sajnos tényleg nem úgy játszottunk, ahogy az elmúlt hetekben, illetve mérkőzéseken, de bízom abban, hogy ez most nem veti vissza a formánkat, hiszen hétvégén egy nagyon fontos meccsünk lesz. Azért pár pozitívumot lehetne mondani, például Patika mérlegen számolta ki a Fradi, hogy mi az a minimális erőbevetés, amivel helyen közel biztonsággal ezt a meccset ilyen 2-3-4 gól körüli különbséggel lehet tartani. Persze volt egy időszak, amikor ugye ez elmúlt, de ez például egy pozitívum? Szerintem nagyon jól összefogta azt a néhány lényeges gondolatot Elek Gábor a mérkőzéssel kapcsolatban, amit ő el is mondott. Az egyik az volt, hogy a legjobbkor játszottunk a legrosszabbul, és szerintem ez úgy rendben is van. 20-20 volt egyébként egyszer az állás, tehát hogy az volt az a pont, amikor már nagyon belelkesedtek a horvátok, és talán elhitték, de ott egy pillanat alatt váltott a Fradi. Pena, akit sokszor kivettek korábban emberfogással, amúgy is egy picit passzívabb volt, utána úgy felpörgött, jól irányított, jól lőtt Szucsánszki, ugye Szamoránszki is csomó gólt szerzett, és a védekezés is sokkal jobb lett attól a pillanattól. Tehát az egy nagy dolog szerintem, hogy ott tudott váltani a Fradi, függetlenül attól, hogy azért minőségi különbség van a két csapat között. Ez azt jelenti, hogy az a láng az végig éget, ha csak takarékon is, mert amit Krisztián... Őrláng volt gyakorlatilag, de az őrláng az azt jelenti, hogy az bármikor lobbanhat, és 20-20-nál lobban. Igen, hát amikor a termosztátot följebb tekerték 2 fokkal, akkor belobbant a láng. De tényleg azt hiszem, hogy a Pena volt erre a legjobb példa, aki hát ugyan nem játszott nagyon jól, azt lehet mondani, meg is fogták, hogy szerintem ez jó volt neki, hogy nem kellett erőltetnie. De amikor döntetlen... Bocsánat, csak összenézek én szakértőt, csak hogy azért ezt artikuláljuk megfelelően. Tehát... Azt mondja Attila, hogy az lehet, hogy jó is volt neki, hogy így nem kellett nagyon megerőltetni magát azon amikor a meccsen. Amikor fogják az embert, és nincs nagyon kedve játszani, az egy elég jó pillanat. Anita, védd már meg, légy szíves, ha akarod. Én nem értem, hogy az egy érdekel. Szerintem ez nem így volt. Jó volt elején. Igen, mert adjál, védje meg, akkor megérjük. Ugye az elején Nerének nem jöttek össze a dolgok, de a végén tényleg ez nagyon jól bevált, hogy ő letette a Gábor balszélre, és tényleg a parádés gólokat lőtt, amivel tényleg nagyon fontos helyzetekben segítette a csapatot. Pont egyébként pont ezt mondtam, hogy akartam befejezni, csak nem hagytad. Hogy akkor, amikor 20-20 volt, akkor viszont beindította a turboit a Nerea, és gyakorlatilag az ő góljaival, gólypasszaival fordította meg a meccset a Fradi úgy, hogy ugye bal szélen játszott, ahogy említettük, tehát végülis neki teljesen mindegy, hogy hol játszik, mert annyira gyorsan és jól cselesz, hogy bármelyik pozícióban megszerzi azt az előnyt, és akkor már csak be kell dobni. Szucsánszki 6, Szamoránszki 5 gólig jutott, kit érdemes kiemelni, mert hát persze beszéljünk két mondatot rólad is, hogy számodra milyen volt ez a mérkőzés. Hát igazából számomra nem túl kedvező, sajnos nem úgy, igazából védekezésbe kaptam szerepet, de sajnos nem úgy védekeztem, ahogy én azt elvártam volna magamtól. Igyekszem majd ezt kijavítani a hétvégére. Alkotni akartam, ugye ezt is mondta Elek Gábor, egy támadásban, védekezésben is alkotni akartak, ahelyett, hogy azt csinálták volna a játékosok, amit megbeszéltek. Na, jó lett volna alkotni pozitív irányba, de sajnos ez nem jött most össze. Igazából ő ezt az alkotás szót inkább a fegyelmezett lenségekre értette, hogy olyan hibákat vétettünk, olyan egy-egy hülyeségbe belementünk, amiben nem szabadott volna. Egyébként ugye korábban te voltál válogatott játékos, most nem vagy tagja a keretnek. Mi hiányzik inkább, a percek, vagy valami minőség is az elmúlt időszakban a játékodból? A percek az mindenképpen hiányzik, hiszen edzhet az ember reggeltől estig, akkor is igazából csak játék közben tud igazából kibontakozni. Így tényleg én is szeretném, hogy minél több lehetőséget kapjak, igazából ezért dolgozom, bízom benne, hogy ez majd változni fog a későbbiekben. És hát jön a Flöri meccs,
És ugye nyilván ti emlékeztek rá, de azért emlékeztessük a kedves nézőket is, hogy az idegenbeli döntetlen, mindezideg az egyetlen mérkőzés, amit a Ferencváros nem tudott megnyerni, az éppen Anita utolsó másodperces találatával jött össze. Egyébként meg is tudjuk mutatni, csak hogy felidézzük ezt a jó pillanatot. Szerintem neked ebbe például nagyon is érdemes belekapaszkodni a jövő heti utolsó csoportmeccs előtt. Itt látjuk. Már 30-01-ig futott az óra, de pont belefér. Csak mondom, nem tudom, láttad-e, hogy Andris a gólörömödet kifogásolta, vagy nem tudom, hogy rákérdezett, hogy miért nem volt ez harsányabb. Igen. Abban a műsorban. De mondjuk én tudom a választ, de elmondod. Igen, elmondom. Igazából 12 másodperc volt hátra, hirtelen mondta Gábor, hogy vegyem fel a fekete trikót. Olyan hirtelen jött minden, hogy igazából fel se tudtam dolgozni, hogy ezen múlik, hogy X lesz a meccs, vagy éppen kikapunk, és nem volt idő arra, hogy én nekiálljak izgulni meccs közben, így talán emiatt is sikerült ilyen jó. Egyébként, ha veszély volt az, hogy a csapat a Fradi ritmust veszít, akkor összességében ezt a veszélyt elhárították? Tehát ebből a szempontból rendben volt azért ez a kaproncai meccs, hogy nem esett vissza úgy a csapat teljesítménye, hogy a Fleury elleni kulcsmeccsre gondba legyenek? Hát én remélem, hogy ez így van, de hát erre a választ csak jövő hétvégén fogjuk megkapni, amikor a Fleury ellen ezt a bizonyos meccset a Fradi le fogja játszani, hogyha az jól sikerül, akkor azt mondhatjuk, hogy nem volt jelentősége a kaproncai lassabb játéknak, vagy visszafogottabb teljesítménynek. Hogyha a Fleury ellen nehezebb lesz a mérkőzés, akkor nyilván mindenki azt fogja gondolni, hogy hát kellett volna a kaproncai ellen is nagyobb erőbedobás, de szerintem nincs összefüggésben a két dolog. Ez a mérkőzés egy nagyon nyitott meccs lesz, mert a Fleury egy veszélyes csapat, amelyik idegenben is képes jó teljesítményre. Egy-két igen jó játékosuk van, akik nem nagyon nézik, hogy éppen hol játszanak. Ha jó napjuk van egy Barbózának vagy egy Nyomblának, azért az egy komoly feladat lesz a védelem számára. És azért két mondatot még a hatgólos Szucsánszki Zitáról beszéljünk, mert azért az fontos, hogy bármilyen teljesítmény nyújt egy csapat, de ha van lövőember, meg van bátor lövőember, akkor gyakorlatilag nem kell helyzet, kis túlzással az a pörgős játék sem kell, ha meg tud emelkedni folyamatosan, és a szaggatott romaik dobálja a gólokat, bár itt ugye épp egy betörést az 1-2-es védő között, de úgy tűnik, hogy rá minden meccsen lehet számítani, minden típusú meccsen. Igen, hát pont az idegenbeli Fleury elleni mérkőzésen volt, még ennél is eredményesebb, ott 8 gólos volt. Aztán jött ez a bokasérülés, és én ezt egyáltalán nem észleltem a játékában, tehát olyan, mintha nem is lett volna. Mindemellett egyébként, hogy ő gólokat szerzett, nagyon sok gólpaszt adott Szamoránszkinak. Tehát eddig azt láttuk jobbára, nyilván neki is volt a gólpasszai, hogy Pena micsoda gyönyörű passzokat ad a beállónak. Nyilván ez egyébként Szamoránszki mozgását is dicséri adott esetben, de most megvoltak ezek a játékok kettejük között is. Rövidesen majd Anita válaszol az önök kérdéseire, akár vele, akár a csapattal, a Ferencváros női csapatával kapcsolatban, úgyhogy írjanak bár. Már mellettem Anita, akinek egyébként rengetegen gratulálnak ahhoz, hogy veretlenül vezetik a csoportot. Sokan azt írják, hogy nem gondolták volna a csoportmeccsek előtt, hogy ez lesz. De nézzünk is az SMS-ek közé, itt van rögtön az első. A győri lányok a remek csapategységet emelték ki. Nálatok milyen az egység, hogy élitek meg a hullámvölgyeket? Nálunk is úgy gondolom, hogy ez most talán a legnagyobb kulcsa a sikereinknek, hiszen nagyon jó a csapategység. Tényleg nap mint nap úgy megyünk be a Fradira, hogy örülünk, hogy ott lehetünk, és tényleg jó hangulatban edzünk, az öltözőben is jó a hangulat, szóval én is ezt tudnám kiemelni. Ha van egy-két olyan hullám, vagy mint például most is volt, hogy nem voltatok elégedettek ezzel a győzelemmel, akkor azt hogy beszélitek meg? Van ilyen nagy megbeszélés a meccs után, vagy inkább tovább jöttek? Igazából ilyen nagy megbeszélések nincsenek, úgy gondolom, hogy mindenki már el tudja azt dönteni, hogy mik azok, amiben hibázott, és mindenki át tudja ezt értékelni, és igazából nem szoktunk ezen hosszasan problémázni, mert az nem vezet jóra, hanem megyünk tovább és csináljuk ugyanúgy. Menjünk is tovább, egy utolsó kérdés még. Anita, már biztosan ott vagytok a középdöntőben, mi a következő célotok? Ugye most azért még van egy nagyon fontos mérkőzésünk vasárnap, most ez a legfontosabb nekünk, utána ugye elmennek a válogatottak, majd lesz egy kis pihenő, és januártól pedig... Csak álmodoztok azért valamiről, hogy mi a végcél a Bajnokok Ligájában.
Hát igazából persze álmodozunk, de ebben most így nem mennék bele, hanem inkább, hogy ahogy eddig ugyanúgy dolgozzunk tovább, és hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból. Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk ehhez a folytatásban, ezzel a kis emlékkel. Köszönjük, hogy itt voltál. Önöknek egy nagyon rövid reklám következik, de nem menjenek messze, mert jövünk vissza Nagy Lászlóval. Köszönjük.